Kancák a derbi évjáratból rövid távon. Ez a kancadi elindult az öt lovas mezőny, a mezőnyből pedig három lovat láttunk az idei 110. magyar ügető derbiben, és az ott második helyen célba ért Eternity Bar itt is jól kezd, ő a verseny nagy esélyese, a méneket verve második helyen ért célba, Enjoy mögött volt csak második, és ő az, aki most elmegy vezetni itt az öt lovas mezőnyben. Vezet, tehát Eternity Bar, Eunike, T. Bocco mögött a második helyen, Emerald tartja a harmadik helyet, libasorban rendeződik a mezőny, Édeská és Emily Sand AT a lovak sorrendje, nem volt hibázó ló, és egészen jó tempót diktál Eternity Bar az ötlovas mezőny ellenére. 1300 méter van még hátra a versenyből, amelyet 1991-ben futottak először hazánkban. Eternity Bar, a Maradja Kanca, ő az, aki vezet. Nagyon-nagyon megnyomta az elejét a két favorit, és azóta is külön versenyt futnak. Egyre inkább úgy tűnik, hogy külön versenyt, mert hogy Emerald, aki el tudott velük kezdeni, most már nem annyira tudja tartani a lépést Eternity Barral, illetve Eunike T. Bocco-val, akiről azért Japfánál abszolút próbál és tud is tapadni a vezető nagy riválisára, és el is szakadnak most már lassaskán 10-15-20 méter az előnyük Emeralddal szemben. Közeli negyedik Emeraldhoz képest legalábbis Édes K. az ötödik pozícióban Emily Sandé éti. Hát úgy tűnik, hogy ahogy vártuk előzetesen, két külön versenyt hoz majd az idei kancadi, elő Eternity Bar, illetve Eunike T. Bocco, mögöttük pedig a másik trió, akik majd a bronzért küzdhetnek, egyelőre Emerald azért jócská lépés előnyben a többiekkel szemben, mint ahogy Eternity Bar is lépés előnyben Eunike T. Bocco-val szemben, két hossz a két favorit között a különbség, akkor, amikor jön a verseny utolsó 500 métere. Ketté szakadt a mezőny, a két favorit egymás között a győzelemért küzd, míg hárman pedig a harmadik helyért, van köztük 30 méter. Eternity Bar most kézből, mintha megint tudna gyorsítani, Eunike T. Bocco-nak gondjai voltak egy picit a kanyarban, így aztán nőtt köztük a különbség, még mindig Emerald tartja a harmadik helyet, de Édeská és Emily Sand AT jön rá, és úgy tűnik, hogy vissza fog csúszni Emerald. Nézzük, mi a helyzet a befutóban. Most már a derbi második helyzetje, Eternity Bar ott van az a befutóban, az élőn vezető pozícióban növeli az előnyét Velko Mazsittyal, a prolongó hét istáló lova, a prolongó istáló saját tenyésztési lova. A derbi második helyezés után Eternity Bar megnyeri a kancadíjat, Eunike T. Bocco mögött a második, és Emery Sunday AT óriási hajrával följön a harmadik helyre.